Csókolom a kezeit. Végre. Már azt hittük, az urammal valami baja esett. Szép dolog ez, kerekes úr. Elmenni 3 napra és 1 hétig semmi. Egy lapot tetszett volna küldeni legalább, igen? 2 bombatámadást is kaptunk. Egyszer 7 órát feküdtünk a töltés mellett. Géppuska sorot is volt. Az Izinkercég nem kapta meg a távirati rendelésünket. Sem a bájár, sem a török. A Vajna cégnél rettenetes a felfordulás. Új arcok. Az öreg Vajnát elvitték. A főnök úr? Fenn van a lakásban. Fekszik. A feje, háta. Öreg Vajna dolgát ne említse neki. Nagyon kedvelték egymást. Igen. Természetes. Voltam a közjegyzőnél is, de ez benne van az elszámolásomban. 20 pengő volt a közjegyzőtesség. Mi? Mire kell ez? Új Vajna igazolást kért hatóságit, hogy az ezüst sas echte keresztény patika. Maraság, mondtam neki, ma már minden patika keresztény. Ragaszkodott, hát kapott. Ezt a főnök úréknak, bombon, tisztelettel. A barátja. Szerusz, 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 kérlek. Kombinált por kell neki, bizonyára. Szoktam csinálni neki speciálisan erőset. Ezek a bevagonírozások, a gettó, szörnyű migrénnyei vannak. Parancsol, uram! Valamit fejfájásra. Kérem szépen, ez a gyógyszertár 1944-ben Szilágyiéké volt. Lehet. Mi tud róluk a kisasszony? Mi történt velük? 1944-ben én 2 éves voltam, és Szabadkán laktunk. Tessék mondani, ez a rengeteg név, ez mind már tiéd. Na-na! Szilágyékat keresem, de nem találom. Szilágyékat? Szilágyi micsodájékat? Leo és Leoni. Annyi név van itt. Szilágyi is van rengeteg, csak nem betűrendben. Minden évben többször is. Új bizonyítékok, új nevek. Szaporodnak a mártírok, újabb munka az aranyozónak. Gyönyörű munka ezt is szerettem. Csak végig gondolni nem szabad. Járok templomba, járok emlékműhöz, bazilika elé, járok pártházhoz, mártírtáblához. Csupa vértanú tisztelettel. Mondtam is az asszonynak, Rózsi, ne aggódj sohasem, amíg az egyik bántja a másikat, az aranyozó vígan él. Csak végig gondolni nem szabad.